A mai videó fénypontja egy óriási nyereséget bevonzó top 50 player pick lesz, izgatottan várom, hogy kit fogunk kapni. Emellett a Hall of Legends event egy 98-as puskással is megajándékozott minket, őt mindenképpen ki fogjuk próbálni, és egy head-to-head meccset is letolunk majd. Egyébként most Hall of Legends event ügyileg elég jól állunk, mivel eljutottam a 99-es összértékelésig és ennek örömére ez a csomag hát nem dob semmit, szóval nem jutottunk messze, végül is egy balok érkezett, viszont 81-es ratinggel nem megyünk sokra vele. A lényeg az, hogy most 99-es ratingnél, ha egyet shuffle akkor kapunk valamilyen játékosok közül választási lehetőséget, de hát ez katasztrófa. George Bestet nézzük meg, esetleg ő 4 per 5-ös fut, és amúgy is most vettem meg Dembelét, szóval nem opció. Az Ambrottán sem valami erős, szóval ez sajnos így egy nagy lusz, egy újra sorsolás mindenképpen szükségszerű lesz, szóval ezt intézzük, amint lesz ponton, persze. És mivel csütörtök van, universal pontok segítségével meg lesz ez. De amíg én itt szerzem a pontokat, szeretnék nektek szólni, hogy 9000 feliratkozónál lesz egy csapatértékelős élőadás, szóval ha szeretnéd azt, hogy minél hamarabb megtörténjen ez az élőadás, és persze ha szeretnél szerepelni benne, akkor kérlek szépen iratkozz fel, és majd az élőadásban találkozunk, ott intézzük tovább a dolgokat, és meg tudjátok, hogy hogyan tudtok szerepelni benne. Addig is vissza a videóba, nézzük meg, hogy hogyan haladtam tovább. Na remélem 200 pontból tudunk jó játékosokat sorsolni magunknak. Négy próbálkozásunk van. Az első pedig, hát még rosszabb játékosokat kaptunk konkrétan 95-ös rétingüeket. Viszont ha elklémelem innen maszkeránót, akkor egyiket sem kaphatom meg. Szóval egy újra sósolás megint szükségszerű. És hoppá hoppá egy 98-as puskás. Igaz. CF pozícióban, de 104-es lövéssel rendelkezik a magyar legenda. Én ezt nem hagyom itt, srácok. Nem fogom használni a csapatba, azt előre megjegyzem, viszont ide-oda, exchange-be, stb. Nagyon jól fog jönni. Szóval igazából most elklémelem, és ki fogom próbálni, mert miért ne próbálnám ki a magyar legendát. Ideiglenesen beszteszem a csapatba valamelyik pozícióra, mondjuk csatába is tökéletesen elmehet. Mondjuk megjegyzendő, hogy 3 perötös 5-ös van, ez egy kicsit jesztő, elsősorban versuszetekben szeretnék játszani. És mivel nem engedi, hogy újra sorsoljak, szerintem itt az A csapattal végeztünk a Hall of Legend szinten, ez nem probléma, jöhet a B csapat, ott is kiszedünk egy 98-as játékost, mert szerintem nagyobb rétinget nem lehet kiszedni. De ez tökéletes, majd exchangebe be ide-oda kellenek az ilyen nagy ratingű játékosok. Először akkor versus fogjuk kipróbálni Puskás Ferencet, szóval érkezzen is, adtam neki egy ötös tréning szintet, nem mintha nagyon sokat mennénk. Vagy érnék vele, 107 es az megmaradt szóval tökéletes. Az a szerencsém, hogy nagyon visszaestem itt VS Atakba szóval, rengeteg jó helyzetet tudunk kialakítani majd Puskás Ferencnek, nagyon jók így a Helyzet Helyzetügyileg nem lesz probléma, Puskás Ferenc jó és rossz oldalát is meg fogjátok látni ezen mérkőzések alapján. Két mérkőzést tervezek menni, Puskás Ferenc indítja a labdát, az lesz a cél, hogy kicselezzük itt Dankot, ez nem sikerül viszont Dembelé indítsa Riverit. Puskás, Pavel Sát. Szinte jó volt. Valverde megint. Megint Riberi, Riveri és ugyanolyan alacsony, mint Puskás. Puskás első lövése nem hibázza el, nagyszerű. Valverde megint. Riveri. Riveri valamiért nagyon átvette a középcsatári szerepet, nem értem miért, szóval Puskás eddig nem villog. <laughs> Declan Rice jön elé versus érdekes nagyon. Na most, a chance-szal puskás. Ó, belövi ő legalább. 3x5-ös is, lehet, hogy az erősebbik lábával lőtt kapura. Riveri. Nem adjuk jól a paszt, ez a mi hibánk. Laudrup. Puskás indul. Túl késő volt ez a sát, mindegy. Most puskás nagyszerű. Igazából azt tudom róla elmondani az első meccs alapján, hogy amikor ő helyzetbe került, azt konkrétan direktbe. A kapuba becélozta, betalált, szóval ebből a szempontból nincsenek bajok vele. A kérdés az az, hogy miért nincsen többször helyzetbe hozva. Nyilván ugye a versus ezt a dolgot a játék intézi. Remélem több szerephez jut majd Puskás Öcsi bácsi. Nem baj, indul Puskás, ez egy jó helyzet, Puskás. Pont a kapusba rúgod? Na, eddig tiszta pozitív véleménnyel voltam rólad. Ezt a helyzetet inkább ne is vitassuk. Puskás, jó, másodjára. Az előbb háromszor egymás után sem tudtad belőni. Puskás, leadja. Na, puskás, egy cseh, végre bejöhetne, most be is jön egy powershot is. Hú, mekkora gót lőtt egyébként az a Csibácsi. Most asszisztot fogunk adni vele, Riveri sem hibázza el, amit nem kell elhibázni, de klar, Rice az mindegy is, gól szerencsére. Rice középen remélem érkezik valaki, hát nagyon rossz passz volt, mindegy puskás, megint egy csel. A szokás sos, jaj de gyenge, ennyit számít a vígfut srácok. Valverde, úgyis 8-3 volt, érdekes, remélem láttátok, hogy még volt egy másodpercem, és inkább a játék úgy döntött, hogy stop, ez későbbiekben nagyon zavarhat minket. Inkább megmaradok Douglasnál őszintén szólva, puskás eddig nem valami pozitív benyomásokat hajt, nyilván a kötelezőket be kell rúgnia neki is, ezzel nincsenek bajok, de head to head-re mindenképpen beteszem cserések közé Douglas bácsit is, és akkor nézzük meg, hogy lesz-e itt lehetőségünk a győzelemre, 716 ezer kupán vagyok, elég kemény az ellenfél csapata, olyan mint az enyém, amikor ott van Douglas a kezdő pozícióján. Remélem most nem lesznek lagolási problémáim, a wifi be van kapcsolva, stb. stb. Ej, hey, milyen csapat ez, kemény mérkőzésre van kilátás, de lássuk, reméljük puskás ellenléte pozitívan fog minket befolyásolni. Dembelé, Valverde, puskás első labdaérintése. Sajnos el is adja, Laudruppal visszaérünk, nem kéne a double defendinget erőltetni ilyenkor lesz szinte lefülelte a labdát, de nem baj, Zidán, Mateusz próbálkozik elvenni tőle, szinte összejött, oké. Okay. Megint Waller, az alulértékelt játékosa a csapatunknak, épp eladja. Eljuttatná puskás a labdát, de jó, kicsit össze kell szednünk magunkat. Mondom én, milyek ezek a gyenge passzok, ilyenből kapunk volt a végén. Jó, Van Dijk, Mateusz, és akkor most kell megbecsülnünk. Nem szabadnom. Gulit. Próbálkozik, de Laudrup azért nem fogja hagyni magát szerencsére. Jobb az ellenfél idáig. Declan Rice végre. Jó labdaszerzés. Dembelé. Indul a Triberi. A labda pedig jó is lesz, csak húzzuk vissza szépen. Alberto mellett gyönyörűen elmegyünk. Riberi. Tartunk befele. Leszerelnek. Itt van Mateusz is a középpályán. Talán nem lesznek gondok. Laudrup mindenki itt van hátul. Rézen Guet, Zidán, Van Dijk megszerzi, és ennyi is ebben fél időben. Legalább a lagra semmit nem foghatunk, tökéletes a konnekció eddig. Ribery, Declan Rice. Kérdés, hogy mi volt ebben a szabálytalan, kedves bíró úr? Mert nem tudom én mi volt, mindegy. Én teljesen szabályosnak ítéltem meg mindent, puskás. Nincs, aki segítse őt, sajnos. Ez volt a tökéletes megoldás szerintem ebben a szituban. Rice. Puskás szélen. Vissza Rice-nak. Peti szinte leszerzi. És akkor a gól? Mányám kivédi, nem hiszem el. Pont ellenünk kell ilyen jól védjen a francia hálóőr. Hihetetlen helyzet volt ez. Kohler akkor. Az újabb francia, aki most nálunk játszik, szerez labdát, nem? Na, Fandijk másodjára. Mit Tehát jó, hihetetlen. Jelenleg az intenzitása a mérkőzésnek puskás. de belé. Puskás. Mit? testád Lévi a gólt hihetetlen a 69. percben a bal szélső védőnkkel gólt szerezzen. Jó, hát a, a mérkőzés végeredménye 1-0 maradt. Mi testád egy hatalmas gólt szerzett itt a végén, nem is a végén a 69. percben. Puskás adta az asszisztot, ugye, de hát nem extra játékos sajnos ez be kell látni. Ha saját pozícióján játszhatnánk és egy kicsit tréningelnénk, és nem 5 per 3-as víkfutja lenne, vagy 3 per 5-ös hogy jobb ejteni, akkor sokkal elébb lennénk. Néhány videó óta hangoztatom, hogy mennyire fő cél a 6000 pontos PRP. pick, pontosabban ez a marketről a top 50 játékos közül fog adni valamit nekünk. Elérkezett ez a nap is, kigyűlt a 6000 pont, szóval kíváncsian várom azt, hogy milyen játékosokkal, pontosabban egyel fogok ugye gazdagodni. Négy közül tudok választani, és egy Mbappé szerintem ő lesz a legértékesebb játékos. Igaz, van egy 101-es Rodri, de... Lássuk be, hogy itt névre fog menni az ár arány, tehát szerintem Mbappé lesz a legértékesebb játékos, nézzük akkor, és pontosan 300 millió felett, ez tetszik eddig szintén szólva, nézzük meg azért a többi játékost is. Rodri szinte fele Mbappé árának, ez meglepett, de nem meglepő, hiába 101-es rétingen van. Roberto Carlosról ne is beszéljünk, nagyon-nagyon olcsó, a többiekhez képes legalábbis és nyilván Lautaro Martinez ára sem éri fel Mbappé árát, ez nem meglepő, szóval eldőlt így a kiválasztott opció. A 99-es Team of the Tournament, vagy nem is tudom, hát ő nem volt éppen olyan jó az elbén, de 99-es Mbappét fogjuk kiválasztani. És hát egyből el is adom, nem próbálom ki, se semmi nincsen szükségem rá, az árából majd azt veszünk, akire szükség van a csapatnak. Elsősorban ne felejtsük el, hogy minden játékost, akit kiváltunk, az inboxban kapunk meg, szóval most már foglalkoztatunk Mbappéval. Hogyha egyet rankolok rajta, akkor jelentős árnövekedés látható, szinte 100 millióval többe kerülne, szóval meg fogok próbálkozni. Egy rankot ráteszek, és lássuk, hogy lesz-e olyan ember, aki megvásárolná őt. Ez rettentően gyorsan ment és akkor reménykedem abban, hogy valaki meg is vásárolja. Jó, érkezzen is akkor a videó vége, úgymond egy head to -head mérkőzéssel fogjuk zárni. Most puskás a cserepadon van, és még mbappé nem tudtuk eladni ezek a hírek, de reménykedünk benne, hogy ez minél hamarabb meg fog történni, és abban is, hogy ezt a mérkőzést meg fogjuk nyerni. Hát ez a csapat sem gyenge, meg kell hagyni százas Cannavaro hátul, Riveri. Rice üresen Valverde. Dembeli. a Nem hiszem el, felső kapufa. Hihetetlen, na, nem is adtam túl sok erőt, de az a 92-es shooting és a 4 per 5-ös weak foot, Nagy helyzet maradt ki. Mit testád? Doku. Nagyszerű labdaszerzés, ez a mi is azért meglepően jó játszik mostanság, Dembeli. Az igen. Rossz a cseh, sajnos, ezzel magunkat hátráltattuk eddig, Ribery. De ez most jó lehet. Adjuk le Déglis! Vagyis Daglis nem is érdekel, hogy a helytem csak ott van a vezető találat. Meg kell szoknom a nevét. De az igazi csatár nem úgy, mint puskás. Hoppá, hoppá. Köteleződ belövi, és így egy egész okos akcióval. Már mondjuk mehetnénk 2 0 val hogyha Declan belövi a helyzetét, de így is vezetünk, szóval nincs baj. Visszamegy az ellenfélhez. Nem hiszem el, kujt! Manyán végre. Úgy tűnik, hogy Manyánt egy kicsit busztolták, nagyon helyesen egyébként, mert ő egy jó kapus, kapufa az ellenfél részéről is. Visszaadja a sors, amit vissza kell adnia. Megvan ugye a labda neki, nagyszerű déglis, dáglis, dóglis, nem tudom mi, de ez gólhelyzet megint leadjuk. Declan Rice másodjára belővi. Jól van. Azt hittem itt egy persze, hogy elkomplikálom, de Rice most ballábbal betalál szépen. Meglepő gól egyébként, szerintem a kapusnak ezt védelnél kellett volna. Vagyis nem ez a lövés jó volt, de hogy Rice lövését alapjáraton. Örülünk, hogy gólt rúgtunk nyilvánvalóan, de vannak kibái még a játéknak. Ribery. Egy erős passz középre, senkinek nem jó, nem baj. Doku, mindegy, mert a bíró lefújja a fél időt. Nagyon jól játszunk szerintem, ez pozitívum. 3 0 is mehetnénk, de ugye bár egy bizonyos deklárás csak a hibáját tudta kiavítani. Azért ügyelnünk kell, mert az ellenfél igyekszik koncentráltan játszani. Gyönyörű összjáték, csoda, hogy nem volt szabálytalan. Dembelé. Nyúnyó Mendez mellett szépen elmegyünk. Riberi. Ez lehet felesleges lesz, viszont dembelé, ez hogy nem ment be? Még nem is volt blokk szóval. Ígéretes helyzet volt. Hihetetlen helyzeteket tudunk kialakítani. Na jó, egy ilyen semmiségért most szabálytalanságot fúj be a bíró, de az előzőért, amit talán jogos lett volna az ellenfélnek megkapnia, nem kapunk semmit. Rajsz. Dembelé. Elfutunk. Indítsuk. Sajnos pontatlan. Nagyon is pontatlan. Jön fel puskás, engedjük nyugodtan, érkezzen. A magyar legenda, hát ha egy aszisztal megint hozzá tud járulni a győzelmünkhöz. dáglis Valverde, középen ott van dáglis és ott van a dupla 3-0. Okos helyzet, felismerés, és gyönyörű akcióbefejezés. Valverde kettő között nagyszerűen továbbítja, is tökéletes betalálás a kapuba. 3-0, jön is Puskás, most már a mérkőzés eldölt. Fiberi, Dembelé, Puskás, na lássuk mit tud ő. Szahúzzuk. Nálunk egy csát és egy power shot kellett volna legyen. Megint mekkora helyzet lett a végén. Igyekszünk labdát szerezni, de nem jön össze. Bárkolá. Mateusz ott van. végül soron meg is szerzi, de sajnos valamiért szabálytalan volt. Mindegy, Mateusz szintén fut a kapuba. De úgyis mindegy, mert az ellenfél szépen felérugja. Mateusz gyönyörű, de a bíró lefújja. Nagyszerű összjáték eredményeképpen. 3-0-ra nyertünk. Jöhet hamarosan szerintem így a Legendary 2-es divízió, de nagyon messze állunk tőle, legalábbis pár mérkőzésnyire biztosan igen. 735 ezer kupa nagyszerű. Na de hát a mai videó ennyi lett volna, eléggé tartalmas volt szerintem. Kipróbáltuk puskást, kinyitottunk egy mbappé a kikből. remélhetőleg valaki meg is fogja vásárolni, bár van egy olyan gyanúm, hogy le fog jönni még az ára neki picit, Meglássuk, meglássuk. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, és sziasztok!